Szevasztok srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit! Tegnap voltam körülbelül 4 streamen, és mind a 4 streamer szinte ugyanazzal a deckkel játszott, néhány lap különbséggel, vagy hát némi kis felfogásbeli különbség volt igazán, de az archetípus ugyanaz volt, ez pedig az OTK-s srivallás paladin volt, úgyhogy most mi is ezzel fogunk játszani, mégpedig Radunak a listájával, gyertek! A Szent Harag nevet adtam ennek a decknek, mert hogy ugye a Holy Wrath-tel fogunk játszani. Régóta voltak ugye ilyen csodálatos kombók, amíg volt standardben a Molten Giant, hogy ezzel az ellenfél arcára sokat sebezünk. Na most egy teljesen megbízható, vagy hát nagyon megbízható kombónk van egy OTK kombóra. Ugye a Holy Wrath Shrivallával együtt 25-öt üt, és hogyha úterünk megvan, akkor az pontosan 30. Gyakorlatilag kézből van, kell némi előkészítés hozzá nyilván. A Shrivallának nem kell feltétlenül a deckben lenni, ugyanis nulláért kijátszható, és a Baleful Bankerrel ki lehet tekerni, mármint hogy vissza a deckbe. Tehát simán meg lehet azt csinálni, hogy 0 mana, 2 mana, és akkor 5 mana gyakorlatilag, tehát ez összesen 7 manáért sebeztem 25-öt plusz az úternek a fegyverével. Vagy ha olyan nagyon szerencsés voltam, hogy Shrivalla van a deckben, akkor a kézből dupla Holy Wrath is működhet, de szerintem ilyen nem nagyon fog megtörténni. Ugye az egésznek az alapja egyfajta ilyen control csomag, vagy control és laphúzós csomag, ugye dupla timeout, white pyro, ahhoz van egy csomó secretünk, laphúzásunk, gyógyulásunk, mindenféle hülyeségünk tényleg. Játszunk a Prismatic Lens-szel, amivel az az egyetlen gond, hogyha a Shrivallát ezzel húzzuk be, akkor lesz egy 25 manás spellünk, minden más esetben viszont 4 manáért 22 lapot, az szerintem eléggé vállalható. És ugye van sok spellünk arra, hogy a Shrivalla minél olcsóbb legyen. Játszottunk olyan verziójával ennek a decknek, ahol miben nem volt elég spell, és a Shrivalla sosem volt ingyen. Itt azért ingyen tud lenni a Shrivalla bőven-bőven. És ugye játszunk itt is Kangorral, és van ugye Thanosunk is, hogy a legendásokat említsem, és hát természetesen Zola sem maradhat ki a felsorolásból. A Zolával ugye tudunk akár még egy Shrivallát csinálni a kezünkbe, hogyha erre szükség van. Igen, meg sokféle kombinációval lehet játszani, ugye van még egy másik verzió ennek a decknek, ami a Brewmasterekkel játszik, csak nem a két manással, hanem a négy manással, meg az játszik a Call to Arms-zal is, ugye, és hogy azért, hogy a Call to Arms ne hozza ki a youthful Brewmastereket, ezért a négy manással játszik, amit nem tud kihozni, és ugye az meg az Uther Hero Power-re épül, és azt csinálja, hogy a két maná, hogy a kettő-ketteseket idézgetjük, és hogyha még nincs a kezünkben, akkor vagy a Zolával, vagy a Brewmasterrel felhúzzuk a kezünkbe, és hogyha megvan, és ha kint van egy olyan, amit nem kaptunk, illetve ha a kezünkbe van három különböző, akkor kirakjuk a hármat, megnyomjuk a Hero Power-t, és automatikusan nyertünk. Körülbelül ez a, ott ez a dolog. Gondolkodtam azon, hogy csináljunk ilyen dupla decktesztet, de nem akarok most egy órán keresztül játszani két párhuzamos deckkel, és akkor látjuk, hogy ez nyert, ez veszett, ez veszett, ez nyert, mert hogy így nem. Ezzel a verzióval akarok most játszani, ebben egy win conditionnál kevesebb van, tehát hogy a lovasokkal nem tudunk nyerni, viszont ez talán egy picit konzisztensebb a Shrivallás Holy Wrath-es dologgal kapcsolatban legalább, hogy van valahol, ahol előnye van, van valahol, ahol hátránya van. Például szerintem Warrior ellen nem lesz annyira jó, mert hogyha a kedvenc Warrior barátaink elkezdik pakolgatni az armort, akkor nem fogunk tudni sebzéssel 50 fölé menni. Az pedig probléma, mert körülbelül annyi damage-ünk van maximum. Na jó, nem pont, de hogy ezzel ki kell centizni. Na, hát de... Na. Shrivallát tartatjuk kezdőkézben? Hát rohadjak meg, tartom viszont a Holy Wrath-et biztos, hogy nem. És Kangort... hát nem, mert nem akarom kettőn kirakni. Hát ez nem két drop, az csak úgy néz ki. Shrivallát azért tartottam meg, mert hogyha a lencsét sikerül kihúzni, akkor ugye nincs rossz célpont a deckemben. Tehát akkor nem csinálok használhatatlan dolgokat vele. A kristályozás egyébként tök jó. Jó. A Crystallogy-t-en szerintem egyébként kirakom. Tehát inkább azt, mint a Novice-t. Wow. Akarok Board Presence-t. Ja, hogy ő, ó, hát édes Istenem. Meg fog murdálni. Wow. Lehet, hogy amúgy itt jobb lett volna a Novice,
Bár úgy is van neki az egyetsebző fegyvere. Ja. Jó, kimegyek hangorva, aztán. Ó, hát, és ennél szebb még sosem volt. Ugye játszik elvileg Unleash-sel, ha most ez egy Unleash, akkor rosszul vagyunk. Nagyon. Ha már ha a kezében van, nyilván. Jó, ez nem probléma úgy. Prizmatikozni akarok-e, vagy dupla noviszt? Jó, azt csak halljon meg szépen. És ott a fegyver? Nem, jó, nincs fegyver. Ah, viszont van shot. Hát lehettünk lőve. Az van. Jó, a timeout az elég jó lesz itt. Ez bízt, azt öljük meg. Kellenének még spellek, mert a Sivallának elég olcsónak kéne lenni. Ahhoz, hogy ez a deckkel úgy nyerek, hogyha rengeteget tudok gyógyulni, már pedig tudok. Ó, hát a cápa. A híres menevezetes cápa. Asztalt kell mindenképpen csinálnom. És gyógyulnom kell. Az mennyire jó lett volna, de nem lesz most jó. Ugye le kell szednie a Talnost, abból pedig tudok szedni Full Face. Wow, Full Face. Az azért rossz, ugye, mert a 4-3-at így simán meg fogom tudni alázni. Még ki fog megalázódni jobban, azt most... Ó, hát... Egyenlőség, testvériség? Hát valami ilyesmi. Jó, ezt az Equality-t kinyomjuk. És így tesszük mindezt. Ó, hát egy jó kristályozódás. Ó, az mennyire jó lett volna. No mindegy. Na, a Sivala már csak 15-be kerül. És van... Wow. De nincs dupla KC, mert nem lehet, mert egy, oké, az király. Hát akkor ez minőségi timeout, azt hiszem. Ugye, hogyha a prizma kimegy, akkor már csak 8-ba kerül. Még egy kör túl kéne élnem. Na, sok értelme volt, igen. Ez nem lesz jó. Tök mindegy, mert letálja van. És soha se tudtam gyógyulni amúgy. Ez szomorú nagyon. Tök mindegy, mit csinálok. Az de jó lett volna amúgy korábban. Mondjuk Zola helyett. Feljetett volna egy kicsit hamarabb. És akkor ha azzal gyógyultam volna, akkor még akár a Shrivalám is kimehetett volna. Facehunter ellen nem jó a deck. Vagy szarul húztam, nem tudom. Lehet, hogy greedy keep voltam ugye a Shrivala, de szerintem nem játszhatom meg azt, hogy a Prismatic Lensből csinálj egy 25 manás spellt. Tehát, hogy ami utána teljesen haszontalan lesz. Arthas versus Gul'dan. Mert ez vajon az új Zú vagy a kontrollok? Nem tudom, minek örülnék jobban. Zú ellen talán egy picit jobb vagyok.
mint ugye control deck. A kontrolloknak meg azért nem örülök, mert hogyha sikerül valami kombó darabot kiszednie, akkor az sosem vicces. Na majd most kiderül. Na, kobold. Meeting book, vagy valami, nem? Jó, ez még sok minden lehet, ez innét még lehet control. Ez eddig jó, az is jó. Hát akkor innét meg szinte biztos, hogy az kontrollok szerintem. Ó, ez mennyire jó lenne egy kör múlva. Mondjuk a White Pyro-val is elég jó, ez most az Equality. Nagy a dilemma, hogy most eljöjjön-e arcra. Hát akkor csak húzunk. Húzogatunk, húzogatunk. Jó. Equality. Az a baj, nem lesz más megoldásom sajnos. Tudok-e más csinálni? Nem. Rohadtul nem. Hát akkor egyik valitin kiment, és az a baj, hogy lesz még neki ilyen trükkös dolga. Ez kellemetlen egy kicsit. Mert most egyet drágább lett a kombó. Jó. Na de legalább a főnök itt van. Na hogy csináljuk? Jó, ezt most nem játsszuk ki amúgy, hanem csak elmegyünk arcra. A vizével... Ugye Thanos-szal ez egy fokkal jobb lehetett volna. Az meg hiba volt, mert így el tud jönni fullosan face-re. Jó. Csodás. Akkor van 10 sebje. Wow! Hát akkor még egyik quality konszek úgy látom, és akkor itt így vége is a dalnak részemről. Na hát ez eléggé hasznos lesz, így van. Oh, yeah.
Hát ez most lehet az úter. De lehet a sivala is, csak nem tudom visszatekerni, mi? Greedizni kell sajnos. A 14-ről csak nem kapunk ki. És ugye így nem lesz asztaltakarításom. De nem is akkora probléma, viszont ha a decken végéig el tudok tekerni, akkor ugye Holivrettel tudunk csodát művelni. Egy Doomguardja volt, hogyha ez most konszek, nem tudom. Azért gondolok, hogy a konszeke nyilván, mert akkor ugye a sivala is ki tud menni. Csak a sivalát egyébként inkább vissza kéne tekerni, mert ha elbukom a win condition-om, akkor az úgy nem annyira vicces. Ugye ez egy 10 gyógyulás. Így ugye most a sivalát se buktam el, bár nem ment arcra, meg semmi, de hílelődtem belőle rendesen. És ugye megmaradt a kezembe a Talnos konszek. Ez egy 1-3-asokra kimondottan hasznos lesz. So many possibilities. Van-e Doomguard a kezében? Valószínűleg nincs amúgy. Mert kirakta volna, tehát még a deckjében van. Tehát ha valamelyik 2-2-ből üt, akkor lesz kint egy elég kellemetlen Doomguardunk. So many possibilities. Ja, is van. Arc. Igen. És rámegy arra, hogy kijön-e egy Doomguard, vagy nem. És bazd meg, bemákolja! Ezt az állatot. Mocskos Q-blokk. Elmegyek és megkereslek, bazd meg. Még mindig fenntartom, hogy a Q-blokk a leggusztustalanabb deck a metában. Tehát mióta azt a decket kitalálták, így megváltozott az életem. Nem, egyébként a kontrollokok mindig is gusztustalanok voltak. Na és akkor két counter deck után kapunk egy mirrort. Tehát nem lehet olyat, hogy egyébként jó matchupot kapunk? Így nem? Timeoutot nem kérem, a heroizmus az viszont kimondottan jó. Ki lehetett volna coinolni, de jó ez így, szerintem.
Ugye a Thanosnak Hunter ellen van értelme, ugye a Thanos konceptkel, meg ugye Q-Block ellen, hogyha esetleg így szabad kijátszani, és nem halunk meg 9. körre. Hát a hősiesség. Most ezt én is csinálhatom, tehát ilyet én is tudok, hogy izé, meg ez, és akkor rámegyünk. És akkor úgy csinálunk, mint aki harcol a bordért, miközben mindketten tudjuk, hogy nem erről szól az a meccs. Wow. Az mondjuk elég jó. Kangort akarjuk elpusztítani, vagy a Kangort? Ah, nyilván a Kangort akarjuk elpusztítani. Ugye nem játszunk Call to Arms-zal. Egy picit azért kellemetlen is. Viszont ő akkor játszik a... a Brewmasterekkel. Túl Silverrel sem játszunk, igen. Annyi húzás van a deckem, mert nem tudok vele mit csinálni. Nem gondolom, hogy ebben a meccsben egyébként a Kangor olyan rohadt sokat számítana. Jó. És következő körben, mármint hogy nem most lehet végbe, hanem 8-1-ben ugye ki tud menni Coinnal, Üter, hogyha akarom. Ó! Oh! Ez nem annyira rossz. Jó, most ez egy konszekre hal, ugye? De fontosabb volt. Ja, meg ugye ő Linesszázik is. Igen, ráteszi a Steedet, igen. Király. És a Steedet nem tudunk mit csinálni. Na és itt nem leszünk jók. Mert ugye a Linesses buildben nem fogunk tudni abban az értelemben arcra menni, de mondjuk nem is kell, mert nem lesz annyi armorja. Akkor viszont a Holivretes kombót kell csinálni, ahhoz ugye Sivallánk megvan. Igen. Akkor viszont annyit kell csinálni, hogy felhúzzuk a deckünkből a maradékot, amit lehet. Körülbelül. Ez amit el tudunk követni. Megcsináljuk itt a konszeket, az a nagy kérdés. Szerintem nem. Nem mondjuk, ez nem rossz. Mert így le tudjuk szedni azt a hulladékot. Hát, zseniális. Jó. Jó, tehát akkor Linesszen a dupla buffja lesz, igen. Dupla Holivret. Azt jelenti, hogy egyébként fel tudjuk húzni a mindent.
is. És ezt el kell ütni most sajnos. Most a Shivalet nyilván leszedi, de az kevésbé érdekel. Nyilván a, nem a 30-as OTK-ban fogunk nyerni, főleg hogyha kikerül a Linesz szája. És mondtam, hogy nála van. ...9-17-es Divine Shield-es, az eléggé baba. Jó, most kéne egy Equality. Különben így nem tudom, mi lesz. Jó, a Holy Wreath-eket nem tudom már elrontani. Van a... mennyi van a kezemben? Pont, aha, pont meg leszünk akkor. Igen. Jó. Nem akarom a Baleful Bankerrel visszakeverni amúgy. Főleg itt a kezemben van a dupla Holy Wreath. Csodálatos. Ugye három lap, ezzel még elvileg ki tudok húzni, kb. Mindent a deckem van. No peace, no rest. Jó. Attól nem halunk meg egyébként. Dupla banker. Kilenc lap a kézben, ezzel meg tudom azt csinálni. Mi van, hogyha ez most csak simán timeout amúgy? Vagy... csinálom ezt is amúgy. Következő körre meg tudom csinálni a nagy sivalás kombót. Csináljunk már egy timeoutot. Ugye amúgy tudok a három lovassal is nyerni, csak akkor a bankerrel kell őket visszakevernem, és Zolával meg kézbe az egyiket, az is egy lehetőség. Jó, az rendben. Igen, és akkor így fölmegy nagyon sokra. Még egyet szabad kérni? Na, sajnos nem. Ez amúgy jó. Almost out of cards.
tud-e gyógyulni 10-et, 15-öt. Tizenkettőt, igen. Igen. És lehet még nála egy. És nem lesz. Na és régóta akartam ezt látni. Teljesen más lista, láttátok. És Mirrorban nyertünk. Azért erre nem számítottam. De legalább meglettek a spellek. Beatdown is meglett, két questet megcsináltunk. Eléggé el is húzódtak most a meccsek, de legalább ez összejött. Ja, úgyhogy a Srivallás OTK Paladina, mint a Szent Harag néven fut itt most nálam. Ezzel sikerült nyerni egyet, megveszteni kettőt, aztán lehet, hogy mondjuk a Q-blokkost még el lehetett volna húzni, hogy meg lehetette volna nyerni, azt nem tudom. A barátunk eléggé aranykeze volt. A Hunter meg nem tudom. Lehet, hogy volt, amit elgrídiztem, de szerintem ott egyszerűen nem voltunk favored-ök. Na jó van, ennyit szerettem volna ma, és az elköszönés meg szerintem elmondtam már. Ugye a Mulligan stratégia kb. Annyi volt, hogy Righteous Protector-t szeretnék a kezembe, de egyébként egyszer se jött ki. A Talos-t simán szeretném kb. Bármi ellen. A Kangor az mondjuk Mirror-ban adott esetben, hogyha hasonló helyzet van, tök jó lehet, mert ugye akkor a Shrivallával egy 14-es tudok gyógyulni. Ellenfelüknél amúgy, hogyha a Kangor meg lett volna, és nem játsza ki mondjuk időközben, akkor szerintem az simán meg lehetett volna neki az, hogy többet gyógyul, mint amennyi maga a kombóm. És én a Shrivallát ugye volt egyszer, amikor megtartottam, és szerintem az nem volt hiba, úgy gondolom. Szerintem sokkal nagyobb gond az, hogyha felhúzzuk a lencséből, és utána lesz egy használhatatlan spell a kezünkben, cserében mondjuk elég olcsó lesz a Shrivalla, valószínűleg addigra már ingyenes lesz. Mert ugye 4 manánál egyetlen egy drágább spell van, tehát valószínűleg, és addigra valószínűleg egy spellt kijátszhatunk, tehát a Shrivalla, hogyha a Prismatic Lensből húzzuk fel, az kb. Minden esetben azt jelenti, hogy ingyenes lesz. Legrosszabb esetben, hogyha addig nem játszottunk is semmi spellt, és 4 körig csak nyomogattuk a Hero Power-t, akkor ugye 25-be kerül, felhúzod, akkor 4-be fog, és a Holy Wreath-tel húzod ki, akkor 5-be fog kerülni, akkor 1-be fog kerülni, ugye, mert közben levonódik bele a lencsének az ára, tehát hogy, de nyilvánvalóan ez egy extrém eset, ilyen nem fog valószínűleg megtörténni. Ja, úgyhogy ennyit akartam, és a végén ugye elmondtam a másik win condition-t is, amivel nem úgy, mint az előző deckek, de meg tudjuk azt csinálni, hogyha valamiért elveszítenénk a Shrivallát, vagy úgy látnánk jónak, a bankerökkel be tudjuk keverni az úterből kapott lovasokat a deckbe, hogyha van ennek értelme, és hogyha a deck végén járunk, akkor ezeket nyilván sorba fel is tudjuk húzni, és utána pedig meg tud az történni, hogy a Zolával még másunk egy harmadikat, és akkor GG, easy, vagy valami hasonló. Hát ennyi lett volna most ez az OTK Shrivallás Paladin, örülök, itt voltatok, és találkozunk holnap a White hétvégén. Sziasztok!